Fáklyás sétát tartott a Szervát Ültetettek Heves megyei egyesülete szombaton a szerv donáció és transplantáció világnapján. A résztvevők a kisasszonytemetőben található emlékműtől fáklyákkal vonultak a dobótérre, ahol hálájukat és tiszteletüket fejezték ki a szerv donoroknak és családtagjaiknak, valamint felhívták a figyelmet a szervadományozás fontosságára. Az egyesület elnöke azt hangsúlyozta, nem csak egy édesanyja tud életet adni egy másik embernek, hanem egy szervadományozó is. Hozzátette, egy agyhalott donor akár 6 ember életét is megmentheti. Megemlékeztünk a donorainkról, azokról az orvosokról, akik a transzplantációt elvégezték, azokról az orvosokról, akik feladják a transzplantációra a álló kristályát, és azokról a nővérekről, akik bennünket végig hozzásegítettek ahhoz, hogy most meg tudjuk köszönni azt, hogy élünk.